itt vagyunk előtted. Eljöttünk lélek és test szerint is. A testi fáradalmainkat most nem soroljuk, hiszen te jól ismersz bennünket. Tudod, hol fáj, tudod, hogy miért, hogy milyen sokat kellett dolgozni, milyen sokat kellett küzdeni már eddig is. De a lelket egyedül te látod, a lelki terheinket egyedül te ismered igazán, éppen ezért most azt kérjük, hogy lelkileg egy nagy megújítást adj, hogy a következő hétre, a következő időszakra legyen mindig erőnk, legyen mindig álhatatosságunk, hűségünk. Ehhez add a te ígédet, mert te így erősítesz minket, Urunk. Ilyen orvos vagy és ilyen gyógyító. Gondolatokon, érzéseken keresztül javítod a léleknek, a lelki világnak a hibáit. Köszönjük, hogy megszólítasz minket, és nem csak a szemünknek, nem csak a vizualitásnak adsz élményt, hanem az értelemnek is, a szellem világának és a lélek világának is. Köszönjük, hogy ezt nem nekünk kell kitalálni, hogy te így munkálkodsz, hiszen van előttünk egy példa, egy 2000 éves példa, amikor testet öltöttél, magadra vetted a földi lét, minden terhét, örömét, bánatát, boldogságát, és Krisztus Jézusban tökéletes emberként megmutattad, hogy te milyen orvos vagy, te milyen bölcs tanító. Így hát mi a Krisztusra figyelve kérjük ugyanezt, ahogyan a Bibliában az éhezőnek Krisztus adott, ahogyan a Biblia szerint a megfáradtat fölemelte, lábra állította a megbénult életet, ugyanazt kérjük mi is. Nem csak magunkra, hanem azokra is, akik figyelnek bennünket. Azokra is, akik úgy jöttek ide, hogy a lelkükben kétségek vannak. Azokra is, akik talán úgy figyelnek bennünket, hogy ellenségeskedés van, meg nem értés. Urunk, nem csak az itt lévőknek, hanem a televíziót figyelőknek is. Te vagy igazán teremtője, gondviselője. Éppen ezért rád bízunk magunkat, most különösen is az ige hirdetést, nem csak az igének a fölolvasását, hanem annak megértését is. Krisztusért és szent lelkedért kérünk, áld meg ezt a mai Isten tiszteletet, az első részét is, majd pedig a keresztelést is. Amen. Napégénk sorában az első korintusi levél 9. részéhez értünk, ma már a 10. fejezetet kezdtük. Azért, hogyha valaki olvassa, tudjon róla, hogy mit olvas, hogy értse is. Ezért hallgassuk meg a 24. verstől a 27. versig megért ígét. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elérjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Minden hídnak legalább két pillérje van. Van egy kezdő és van egy záró pillér. Ennek az igének, amit felolvastam, van egy záró pillérje. Másik helyen lehet olvasni, és nagyjából 30 évtávlat. Azt olvastuk az imént, mondja Pál apostol, hogy én futok, én küzdök, harcolok.
És a másik véglet pedig, amikor börtönben van és halálra készül, és azt mondja, hogy a futásomat elvégeztem, és a harcot megharcoltam. És végezetül eltétetett nekem az igazság koronája. Egyik oldalról tehát itt van egy elv, itt van egy fölvetés, itt van egy nagy gondolat, egy eszme, és a másik oldalon pedig ott van a megvalósulás.